Köszöntöm nézőinket! Csütörtökön megtartotta a szokásos agrárfórumát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei igazgatósága. A mezőgazdaság aktuális kérdéseiről többek között Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter is beszélt, akit köszöntök a stúdióban. Jó estét kívánok! Mik a legfontosabb tudnivalók? Most már nagyjából véget ért a betakarítás. Hogyan lehet látni, hogyan sikerült az idei év? Van még a betakarításból, de azért a főbb számok már megvannak, jól láthatóak. A nyári betakarítási munkák után elmondhatjuk azt, hogy az őszi búza, de az őszi árpa is nagyon magas termés átlagot tudhat magáénak. Rekord közeli az őszi búza termés, 1,2 millió tonna, és az őszi árpából is mintegy 60%-kal termett több, mint ami az átlag, hiszen általában 5 év átlagát szoktuk számolni. Az idei évnek a talán legnagyobb teljesítmény a napraforgó, ott mintegy 3 tonnás a hektáronkénti termés átlag, és így Európában mi vagyunk a legnagyobb termelők, és egy történelmi rekord is született. Nem csak az olimpiákon vannak rekordok, hanem a mezőgazdaságban, az élelmiszergazdaságban is. De kifejezetten jó a repce termés, a kukorica is mintegy 8 tonna hektáronként, tehát egy közel 8 millió tonnás termésre lehet számítani. Itt azért még van hátra a betakarításból, de a feltételek ehhez jók, zajlik a munka. A rekord mennyiségű termésnek lesz felvevő piaca is? Az árakkal van gond, hiszen most nyomottak az árak, ebbe a világpiaci folyamatok játszanak igazán szerepet, mert a Chicagói gabonatőzsde az, amely meghatározza ma már az árakat, egy világkereskedelem mérvadó, de én úgy látom, hogy az évnek a hátralévő részében, a jövő év első időszakában itt elmozdulás lesz. Az állattenyésztés nehéz időszakot tudhat maga mögött, az első fél évben sertéspiaci válság volt, ez olyan május-június körülre, ért véget, most kiegyensúlyozottak az árak. Ami igazán gond, az a tejpiac. Itt már látszik az elmozdulás, már vannak biztató jelek, de Magyarországra ezek még nem értek el. Nyomottak az árak, hiszen az elmúlt időszakban jó néhány felvevő piac esett ki, elég az orosz embargóra gondolni, közel-keleti háborús helyzetre, most már Kína és mások elkezdtek vásárolni, tehát arra számítunk, hogy itt is majd alakulnak az árak. Én abban bízom, hogy az idei esztendő egy kellő alap a jövő évre is, hiszen mindig egyik a másikra épül. Igazából most a magyar mezőgazdaság az egész gazdaság motorja. Itt a legnagyobb a növekedés egy fél év alatt, tehát az év első felében 13%-kal növelte a magyar mezőgazdaság a termelését. Ez négyszerese az ipari termelés növekedésnek. Ebbe a gazdák odafigyelése, szakértelme, az, hogy kellően gépesített a mezőgazdaság, az, hogy azért értékesítési csatornákat mindig sikerült találni. Épp úgy szerepet játszik, mint az, hogy az agrártámogatásokat kellő időbe tudjuk fizetni, a megfelelő jogi környezet kialakítását is a termelők szervezetével együtt végezzük, és a jó Istennek is hálával tartozunk, hiszen volt csapadék akkor, amikor igazán szükség volt rá. A gyümölcs termés vonatkozásában hogyan alakult az időjárás? Nyilván az a legérzékenyebb talán az időjárás viszontagságaira. Volt jégverés, hatalmas csapadék volt egyes időszakokban. Egy kiegyensúlyozott termelésre lehet számítani az idén, termésre lehet számítani az idén. A szőlőnek nagyon jó a minősége, ott a szület a vége felé tart, és a többi kultúrában is egy elég tűrhető esztendő van. A dinnye piac az szenvedett el néhány nagy csapást a nyáron, hiszen ott a kereskedőláncok nem voltak igazán felek, legalábbis egy kereskedőlánc a termelők irányába. Fontos az, hogy a termelők szervezettsége az erősödjön. Erről sokat beszélünk. Én úgy látom, hogy a megfelelő összefogás azért halad. Egységesen kell föllépni a piacon, erőt kell felmutatni az érvényes a termelőkre is, ahol egy demonstráció előkészítése is zajlik, de a többi területen is, úgy, ahogy a nyugati konkurenseink, az ottani gazdáknál is ez megfigyeltő, nálunk is össze kell fogni, összefogásra van szükség ahhoz, hogy a termelői érdekek azok kifejezésre jussanak. Ebben a tárca partner mi ezeket az összefogásokat és együttműködéseket természetesen segítjük. A tej esetében is a kereskedelmi láncok okozzák az alacsony felvásárlási árakat?
Döntően a kereskedők határozzák meg azt, hogy milyen termékeket vesznek, milyen áron. Itt az ország mérete lehetővé teszi, és a földrajzi helyzet és az, hogy import termékek legyenek jelen. Természetesen mi is exportálunk, tehát amikor idehaza alacsony a tejára, akkor a termelők egy része külföldön adja el azt, amit idehaza nem tud. Itt egy nagyobb fokú együttműködés szükséges a szereplők között. Szó esett az orosz embargóról, nyilván az ott kieső keresletet más piacokkal kell pótolni. Hogyan sikerült új piacokat találni az orosz felvevők helyére? Az egész európai élelmiszergazdaság kereső az újabb lehetőségeket már jó ideje, hiszen a tejtermékek, húsfélék is kiszorultak az orosz piacról. Most úgy tűnik, hogy sikerült találni távol-keleten, közép-keleten is jelentős felvevő piacokat, ahol több pénzon oda kell értékesíteni. Ez egy hosszú évek alatt orvosolható probléma, és nem is látok arra esélyt, hogy ebben az orosz embargós helyzetben valamilyen változás lenne. Ráadásul Oroszország egyébként teljesen logikusan a saját termelő kapacitásait is elkezdte fejleszteni. Tehát míg korábban jelentős importra szólt, most már az önellátás közeli helyzetben van. Ugye a legnagyobb új felvevő piacunk talán Kína, ami a legtöbb termékcsoport esetében jelezte, hogy kész befogadni Magyarországról termékeket. Hogyan befolyásolja a nemzetközi megítélésünket, vagy európai megítélésünket az, hogy Kína felé kezdünk exportálni? De vannak, akik irigykedve tekintenek ránk, hiszen szívós agrárdiplomáciával elértük azt, hogy Magyarországnak van a legtöbb termékre beviteli lehetősége Kínában. Ott ez egy hatósági eljárás eredményeként érhető el. Feladatunk az, hogy megtöltsük tartalommal a jogi kereteket. A kínaiak egyébként a feldolgozókat is akkreditálják, minősítik, tehát megnézik azt, hogy hol milyen termék előállítás zajlik. Itt is szeretnénk elmozdulni abba az irányba, hogy a Magyar Élelmiszerlánc Biztonsági Szervezetnek a igazolásait, bizonyítványait ők elfogadják. Kína most is a 10. legnagyobb kereskedelmi partnerünk, de egy fontos adat az, ezt kevesen tudják, hogy Japánban többet adunk el. Az Európai Unión kívül a legnagyobb felvevője a magyar élelmiszereknek az Japán. Különösen sertéshúsból, mangalica termékekből. Nyilván az a cím, hogy Kína, amely lényegesen több lakossággal dicsekedhet, még nagyobb legyen. Most legutóbb a tejprotokollnak az aláírása biztató, hiszen akkor tejtermékeket tudunk majd értékesíteni, tejport és más termékeket Kínába viszonylag egyszerűen. Ezekkel a lehetőségekkel kell majd élni a termelőknek, feldolgozóknak egyaránt. Nehéz a termelőknek ezeket az új piacokat megtalálni? Tudnak a kormányzati segítséget nyújtani a termelőknek ebben? Tudunk a Nemzeti Kereskedőházak láncolatán keresztül is, de közvetlen agrárdiplomáciai eszközökkel is. És itt fontos az integráció az, hogy egy-egy nagyobb feldolgozó mögött összefogott termelői háttér legyen. Nyilván a termékektől függ egyébként, hogy ez mennyire esik, milyen súllyal esik latba. Én úgy látom, hogy ezeken az igényes piacokon a jó minőségű GMO-mentes magyar élelmiszereknek komoly lehetősége van. Az agrártámogatásokkal kapcsolatban egy aktuális hír, hogy éppen múlt héten itt Szarvason a közelben ült össze 12 európai ország agrárdiplomáciai küldöttsége a közös agrárpolitika megtárgyalásával kapcsolatban. Mit lehet tudni, miben sikerült megállapodni a feleknek, illetve mik a főbb kérdések a tagállamok között? Fontos tanácskozás volt, és az, hogy a magyar vidéken erre sort kerül, mutatja azt, hogy az itteni mezőgazdasági termelés, a mi mezőgazdaságunk az igenis erős, és vannak olyan követendő példák, amelyeket mások is szívesen átvennének. A dolog lényeg az, hogy mi abban értettünk egyet a 12 tagállam, hogy egy erős közös agrárpolitikára, egy gazdákat támogató agrárpolitikára van szükség. Ez egy olyan közelfogással egyező dolognak tűnik, de azért vannak olyan fejlesztési elképzelések, amelyek a mezőgazdasági termelést, annak a jövőjét máshogy képzelik el, mint hogy az számunkra már elfogadott. Mi tudjuk azt, hogy a határba termelünk, állattartó telepek vannak, gyümölcsösök és szőlőterületek vannak, de olyan új fejlesztéseket láthattam én is a közelmúltban egy hollandiai közös agrárpolitikával kapcsolatos rendezvényen, ahol a GMO-s növényeken keresztül a hormonkezelt állatok, a növesztett tartályos hús, a
LED lámpával megvilágított zátrendszerű kertészet, és még más rovarfehérje például, más klónozott állatok, más élelmiszer előállítási módok sorakoznak rajtra készen, természetesen azoknak az óriás vállalatoknak a támogatásával, akik ebben üzletet látnak. Ezeket a fejlesztéseket a gazdák részére adott agrártámogatásoknak a kútításával akarják folytatni, és nekünk elemi érdekünk az, hogy a mezőgazdasági termelés ne szakadjon el a természettől, a szántóföldtől, hogy egészséges élelmiszert gyártsunk, ne mesterséges, egészséges, ne olyat, ami bizonytalan élettani hatásait tekintve, és hogy igenis szükség van a földművesekre, azokra, akik, én is vidéki ember vagyok, itt vidéken keressük a boldogulást, és adunk megélhetést az embereknek. Tehát teljesen más a szemléletmódunk, mint azoknak, akik ipari parkokba, élelmiszer, vegyipari vállalkozások keretében akarnak ennivalót termelni. Meggyőződésünk, hogy ilyen fejlesztéseket nem lehet a közös agrárpolitikai pénzekből finanszírozni, nem lehet elvenni ezt a lehetőséget a gazdáktól. És az embereknek egyébként GMO-mentes egészséges élelmiszerre van szükség. Ez a magyar álláspont. Jó néhány tagállamban a 12 állam között is jó néhány, aki velünk egyetért, hiszen itt azért egy osztrák, egy szlovén, vagy akár egy lengyel, vagy baltikumi termelés is filozófiáját tekintve sokkal közelebb áll hozzánk, mint amit említett. Ipari parkok és vegyi üzemek által készített élelmiszerek. De a történelmi háttér is egészen más, tehát másképp fejlődtek a közelmúltban, az utóbbi évtizedekben ezek a tagállamok, mint az Unió más tagállamai, tehát lehet, hogy ebből is fakad egyfajta szemléletbeli különbség. Hát igen, mi még az ennivalót azt egy természetes mezőgazdasági termelésből kikerülő dolognak tekintjük, van, ahol ez már teljesen elszakadt. Nyilván ebben annak is szerepe van, hogy nekünk, a magyaroknak egy világhírű konyhakultúránk is van, finom ételekkel. Most ezek helyett behozni a rovarfehérjét, hát azt hiszem, hogy nem szükséges, vagy a hormonkezelt állatokat, a tartályban növesztett húst és így tovább. Abból nem lehet jó csabai kolbász készíteni, vagy egy jó disznótoros ennivalót. Hát itt azért Magyarországnak és annak az országcsoportnak, aki ebben érdekelt, a sarkára kell állni, az érdekeink mellett ki kell állnunk, mert egyébként azokat a pénzeket, amik az Európai Uniós, így magyar adófizetők pénze is, át fogják csoportosítani óriás vállalatokhoz, hogy azok ilyen fejlesztéseket hajtsanak végre, mint amit már említettem. Arról is szó volt, hogy ezeket az agrártámogatási pénzeket a migrációs válság kezelésére fordítanák. Gondolom ezzel sem értenek egyet a tagállamok. Nem lehet az európai gazdákat azzal büntetni, hogyha bármilyen krízis helyzet van, akkor annak ők fizessék meg az árát. Éppen elég veszteségük van az orosz embargó miatt, egyáltalán nem tehet egy magyar, vagy egy francia, vagy egy holland, vagy egy lengyel termelő arról, hogy ott egy háborús helyzet alakult ki. A migrációról ugyanúgy nem tehetnek, annak kárvallottjai egyébként, hiszen a földeken keresztül jönnek a bevándorlók, még az, hogy erőszakkal be is akarják őket telepíteni, teljességgel elfogadhatatlan, el kell tartani azt a tömeget, és ez adó forintokból, adó eurókból képzelhető el, a termelők, a gazdák nyakában nem lehet ezt a terhet pakolni. Ennek a közös agrárpolitikának, ennek a közös szemléletnek a képviseletét megerősítheti esetleg a most vasárnapi népszavazás eredménye? A népszavazás egy alapvető nemzeti kérdésről dönt, arról, hogy nem akarunk kényszerbetelepítést, ez az ország a mi országunk, és olyannak szeretnénk megőrizni, amilyennek kedveljük, amilyennek elfogadjuk, erényeivel és gyengeségeivel együtt. Nem hiszem, hogy Békés megye lakói kérnének bevándorlókat, épp úgy, hogy a Nagykunság vagy a Közép-Tisza vidék az én lakóhelyem, illetve a választókörzetem emberei sem kérnek betelepítést. És ez a föld kérdését azonnal érinti, hiszen hogyha az országban van egy népességcsere, egy betelepítés, akkor nyilván az befolyással van arra is, hogy ki a föld, kik gazdálkodnak azon, kik vásárolnak élelmiszert. Tehát ezek a dolgok egyrészt napi problémák szintjén is összefüggenek, de hosszabb távon is, évtizedekben, évszázadokban is kell néha gondolkozni, hiszen hogyha itt egy betelepítés történik, akkor a mi országunk végérvényesen megváltozik. Erre nincsen szükség, ez elfogadhatatlan. És itt azért volt 150 évig Mohamed Án uralom, Békés megyében nem sok település élte túl, épp úgy, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében, és nem kérünk mi ebből, van erről tapasztalatunk, éppen elég volt. Mik lesznek az agrár ágazat legfontosabb feladatai a következő hónapokban, években?
Nyilván a termelés a legfontosabb feladat az, hogy az élelmiszerellátás és az export az biztosított legyen. Az elkövetkező néhány évben meg kell küzdenünk egy új közös agrárpolitikáért, ami fontos, hogy a pénzügyi hátterét tekintve ne csökkenjen, tehát meglegyenek azok a támogatási eurók, amelyekből gazdálkodni lehet, és amelynek egyébként a haszonélvezői az élelmiszervásárlók, valamennyi élelmiszerfogyasztó, hiszen hogyha nincsen támogatás, akkor drágább lenne az ennivaló. Egyszerűbb közös agrárpolitika szükséges, és olyan, amely nem viszi el a termelést a szántóföldtől, nem viszi el a termelést a földművesektől, hanem a jelenlegi keretek között biztosítja a megélhetést a Európában mezőgazdasággal foglalkozó emberek milliói számára. Ez a középtávú feladatunk, és van egy hosszabb távú is, a Földművelési Minisztérium kezdeményezett egy társadalmi vitát egy hosszú távú agrárstratégiáról, ez 2050-ig szól, tehát egy emberöltőre határoznánk meg azokat a fő irányokat, amelyek a magyar mezőgazdaság számára kijelölik a fejlődési pályát. Itt a már említett egészséges, jó minőségű, természetes élelmiszer kell termelnünk jelv mellette. Azért nagyon fontos, hogy nemet mondunk a GMO-ra, ez nyilván összefüggésben van az eddigiekkel, illetve a magyar mezőgazdaságnak a termelését azt tudjuk növelni, mintegy 60%-kal növelhető egyébként jól láthatóan és rendkívül erőfeszítések nélkül. Közel 200 ezer új munkahelyet tudunk létesíteni, és így fel tudjuk emelni a foglalkoztatottak számát mintegy 750 ezerre. És az egyes termékpályákat is rendbe kell tennünk, hiszen a magyar mezőgazdaság nagyon változatos, ennek megfelelően eltérő fejlettségi szinten vannak, eltérő képzettségi szinten a konkrét termékpályák. Fenntarthatóan kell gazdálkodnunk, hogy ne tegyük tönkre a környezetünket, megfelelő szakképzés, tudományos háttér is szükséges, fejlesztési háttér is szükség mindehez. Egy élelmiszergazdaságban, egy komplex kategóriában gondolkozunk, ami tágabb a szűken vett mezőgazdaságnál. Tulajdonképpen tényleg a termőföldtől az asztalig egy rendszert alkot ma már az élelmiszer előállítás. Ennek megfelelően az élelmiszerbiztonság, a minőség ellenőrzés, a prémium termékek körének a gyarapítása, a kézműves élelmiszereknek a piacra jutásának a elősegítése egyaránt része ennek a stratégiának, amelynek a társadalmi vitája most zajlik. Lesznek ennek a stratégiának esetleg új elemei a jelenlegi agrár világhoz képest? Tulajdonképpen ez teljesen új, mert a korábbi időszakban kidolgozott nemzeti vidékfejlesztési stratégia, illetve a Darányi Ignác terv az néhány évre határozott meg irányokat. Ennek a tovább gondolása zajlik, ez egy részletesebb anyag és hosszabb távra szól. Nyilván ez a stratégia egy iránymutatás, egy terv, tehát ehhez kell majd hozzárendelni a szükséges pénzügyi forrásokat, illetve gyakran a gondolkozásmódot, a felfogást is hozzá kell igazítanunk a megváltozott körülményekhez, hiszen a világ mezőgazdasága két irányba halad. Az egyik a minőségi termelés, a másik pedig a tömegtermelés, GMO-s, kontinens méretű országokban zajló gépesített ipari jellegű termelés. Nekünk kell megválasztanunk azt a sportágat, amelyben versenyzünk, hogyha egy sporthasonlatot akarok ide hozni, hiszen mi alig ha vagyunk versenyképesek az óriás tömegtermelőkkel. Nekünk a minőségi élelmiszerek piaca az ígéretes, a magyar kultúrából is, az étkezés kultúrájából, a konyhaművészetből is ez jön, ez fakad, és az igény is megvan erre a élelmiszer kategóriára mindenhol a világban, sőt növekvő igény van a minőségi különleges élelmiszerekre, prémium termékekre, egyáltalán arra, hogy jól látható, eredetű, nyomon követhető, és különböző ilyen GMO-tól, hormonkezeléstől, klónozástól, meg egyéb ki tudja miktől mentes élelmiszert fogyasszunk. Milliárdos vásárlókör az, amely kifejezetten igényes erre, és ez a piac a magyar mezőgazdaság számára biztosítja a jövedelmezőséget, és a gazdák számára a megélhetést. A jövőben is biztosítja. Reméljük, hogy így lesz. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmet, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!